diákokat a koncertet a Garai János gimnázium dísztermében. Az egy óra belőlünk névre keresztett hangversenyt 2011-ben a most gitáron játszó Környei Attila és diáktársa álmodta meg, hogy azoknak a tanulóknak, akik zenei tanulmányokat is folytattak a gimis évek alatt, legyen egy fórum, ahol bemutathatják a tehetségüket. Attila kisgyerekkora óta játszik hangszeren, a gimnáziumban is rengeteg támogatást kapott tehetsége kibontakoztatására, és ma már gyakorló művészként és oktatóként tevékenykedik a zenei világban. Mindenben segítettek, tehát hogyha volt egy verseny, akkor támogattak, eljátszottam a műsoromat, akár kis koncertek alkalmával, akár az osztály előtt nyilván. Naszladi úr néni segített, annak az ének érettségiben. Helikonon részt vehettem, úgyhogy nagy sok segítséget kaptam igazából. Én itt most dél-amerikai zeneszerzők műveiből fogok játszani. Morel szonatinájából egy második lassú tételt, illetve Piazzolát, a nyarat fogom eljátszani. Szigő Benedek kortárs zeneszerzők műveit adta elő klarinéton. Egykor ő is az iskola tanulója volt, zenei tanulmányait a gimnázium tanárai mind végig segítették. Támogatni nagyon sok mindenben ugye a tanulmányaimban, nagyon, nagyon jó gimi volt, és a zenei vonalat is erősítette. Én Szegeden tanulok a Zeneművészeti Tudományegyetemen, és hát ezt a gimnázium vége fele döntöttem el, nem ezen a pályán indultam el először, de végül emellett döntöttem. A hangversenyen fellépő egykori diákok kivétel nélkül azt mondták, hogy a gimnáziumban eltöltött évek alatt a tanáraik részéről maximális támogatást kaptak a zenei tehetségük kibontakoztatására. Siklósi Krisztián, aki szintén ide járt, szeretettel emlékszik vissza ezekre az évekre. A zenei indítatásom nagyapámtól ered. Van egy szép barna zongoránk mai napig a nappaliban, és én az alatt szoktam feküdni és hallgatni a nagyapám játékát, meg az éneklését. Aztán egyszer csak úgy alakult, hogy nagyapám azt mondta, hogy tudod mit, menj el a Gerse Józsi bácsihoz, majd az embert farag belőled. És kötélnek állt, és ide kerültem a Garai gimnáziumba, és én nagyon sok mindent tanultam Józsi bácsitól. Egyrészt a zenének a tiszteletét, egyrészt, illetve másrészt azt tanultam tőle, hogy a zene az egy szolgálat. És ezt Józsi bácsi nagyon jól csinálta, Isten nyugosztalja, nagyon szép emlékeim vannak róla, mind a humoráról, mind arról az elhivatottságáról, amit nap mint nap átsütötte az énekóráit és a kórusba való éneklést is és a tanítását. Ma pedig egy olyan produkcióval készültem, ami szerintem, legalábbis az én gondolkodásom szerint a legnagyobb dolog, ami lehet, hiszen most a feleségemmel fogunk együtt zenélni, és a feleségem nem muzsikus, de hát ilyen az asszony sors, hogy ha egy zenészhez megy feleségül, akkor tudomásul kell venni, hogy csak rá bírják a muzsikára, és ennek az a nagy szerepe az én életemben, hogy valahogy így teljesedik ki a dolog, hogy igaz, hogy színpadot járok, vagy tanítok zenét, de mégiscsak a közvetlen környezetem és azok az emberekkel lehet, illetve muzsikálhatok együtt, akik a legfontosabbak az életemben. Az egy óra belőlünk hangversenysorozat az elmúlt 10 év alatt megért már mélységet és magasságot is. A kezdeti rendszeres fellépéseket pár éves szünet váltotta fel. Naszladi Judit tanárnő közreműködésével aztán újra életre keltették a Hajdan népszerű programot. Amikor ide hívtak a gimnáziumba, akkor megkerestek, és úgy gondoltam, hogy fölkarolom az ötletüket, és 2014 őszétől évente 3 alkalommal kerül ez megrendezésre, egyszer a Zenevilágnapján október 1-én, Adventben, illetve egy tavaszi hangversenyen, aminek az apropóját az adja, hogy páros években a helikoni versenyműsort, illetve az Éneklő Ifjúság Díszhangversenynek a versenyműsorait mutatjuk be.
Azok a gyerekek, akik felnőttként zenei pályán helyezkednek el, általában már kiskoruk óta folytatnak ilyen jellegű tanulmányokat, de van kivétel is, hiszen jó páran a gimis évek alatt kapnak kedvet a muzsikáláshoz, az intézmény pedig minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy kibontakoztassa a diákokban rejlő tehetséget. Lehet olyan is, mint hogy a fellépők vagy a közreműködők közül a gyerekét tanítjuk majd, és otthon szerette meg a zenét. Van, akinek a családjába több generáción keresztül követhető. Vannak olyanok, de ez nem igazán kimondottan a középiskolás korosztályra jellemző, hogy középiskolásként kezd el. Nem mindenre alkalmas az az időszak, de például arra, hogy elkezdjenek énekelni, igen. Tehát annak hatására, hogy az iskolai kórusban énekelnek, vagy elkezdenek egyáltalán énekelni, elkezdik a magánénekesi tanulmányaikat is. És vannak sokan, akik terhelhetők, tehát az iskolai elfoglaltság mellett folyamatosan végig zongorázzák, végig hegedülik, fuvolázzák a gimnazista éveiket, és hoznak el szép helyezéseket, mint ez utóbb történt a keszthelyi helikoni ünnepségekről. Először is lehetőséget kell teremteni, hogy be tudjak mutatkozni, és ez az élőzenével való ismerkedés egy kiváló lehetősége, tanórán kívüli lehetőségei vannak, városi rendezvények, az iskolai kiállítás megnyitók, vagy karácsonyi műsor, tehát iskolai ünnepélyek, városi rendezvények, felkért szereplők a zeneiskolában tanuló diákok a városi mészőinapnak, aztán két évente a helikoni ünnepségeknek, és az a Garai Gimnázium egykori énektanárát Gerse Józsefnek hívták, és az ő családja úgy gondolta, hogy emléket állít, vagy tiszteletbe tartja azokat, akik zenei pályára mennek, vagy kiemelkedőt alkottak. Ez 10 évig volt, és utána ez a díj megszűnt. Viszont nagyon sok tehetséges diákja volt az intézménynek, és ezért én úgy gondoltam, hogy folytassuk ezt, találtam egy szponzort, és tavaly évtől kezdve újból 10 évre vállalta, hogy a zenében tehetséges diákokat emlékpakettel és egy kitüntetéssel jutalmazza. Az egy óra belőlünk hangverseny 2 év kihagyás után került megrendezésre, és nagy népszerűségnek örvendett, a hallgatóság szinte betöltötte a gimnázium dísztermét.